Szervusztok, még egyszer. Hi, once again. Boldog vasárnapot mindenkinek. Happy Sunday for everyone. Nézzük csak, hogy is, igen, üres a kereszt, igaz? The cross is empty. Jézus nem ott van már. Jesus is not nincs there ott semmi anymore. Dolga. He has nothing to do there. Azt ott ő már befejezte. He has already Amen. Finished it there. Amen. Ez a jó hírünk. That's our good aztán news. Üres a sír. And then the tomb is empty. Az is üres, igaz? That's also empty, Jézusnak right? Ott sincs mit keresnie. Jesus has nothing to do there either. Tudja valaki, miről beszélek? Itt does anybody know okay. What I'm talking about? Üres are you sír. Here? So the tomb is empty. Ez is csodálatos. That's also amazing. És igen. És a, oh, yeah, és, a, és a vádiratod lista. The list, all the things against you. Az the things üres. You've committed, that's also Colossians empty. 2:14. Colossians 2:14. Azt mondja, odaszögezve a keresztfára, eltörölte azt. On the cross he has wiped this out, or the ordinances az, amit, that were against you. Ez az, amit tett. This is az, what az egész vádirat ellened. Has done all the ordinances that okay, were minden, against you. Minden, ami vád lehetne all ellened. All the points that could be an ezért accusation mondja, against you. A Róma 8:1, hogy nincs károsztatás. That's why Romans 8:1 says azoknak, that there is therefore no condemnation for those who are in Christ Jesus. Hallelujah. Köszönöm, nagyon sikerült. Okay. Ja, igen. Oh, yes. A jó hír üdvözletet hozok the good Pécsről. News is I'm bringing greetings from Pécs. A pécsi tesók üdvözölnek benneteket szeretettel. Brothers and sisters greet you from Pécs. És Barta Andrisra voltunk ott ma délelőtt. We were there this morning with András Barta. A rossz hír az, hogy nem értem haza átöltözni. The bad news is that I didn't have time to go home and change ja, úgyhogy, my clothes. Ja, úgyhogy miért van, okay, miért van ezzel, okay, nekem miért van bajom azzal, hogy így vagyok öltözve, és and nem úgy, mint mondjuk a Szabi. Why is it a problem for me that I'm dressed up like this and not like Szabi? Okay, nem azért, mert én kényelmetlenül érzem, mert én nagyon kényelmesen érzem not magam. Not because I feel uncomfortable because I feel really comfortable. Hanem like azért, but mert ez egy ünnep. Because this is a holiday, legalább nekem a celebration ez egy ünnep. For me at least. Összejönni veletek. To come together with you. Együtt imádni. To worship together. Együtt imádkozni. To pray together. Együtt hallani Istentől. To hear from God together. Együtt adakozni, együtt közösségben lenni. To be in fellowship together. That's a holiday. És ezért szeretek én kiöltözni. That's why I like to dress up. De ma így. But today, this is how I am. És az vesse rám az első követ, aki mindig el tud indulni a gyülekezetből időben. And let that person cast the first stone at me who can always leave for church on time. From church. Igen, a gyüliből úgy oh, értem. Okay. Azt próbáltam mondani, a hazafelé úgy értettem, bocsánat. I mean on your way back home that okay. You can leave csak. Early enough. Okay, miért nézzük csak, miért vagyunk itt? Why are we here? Hisszük, hogy Isten adni akar nekünk valamit. We Amen. Believe that God wants to give something to Amen. Us. Amen. Amen. Itt vagytok, rendben. Are ez, hisszük ezt? Do we believe that? Igen, jó, okay. Én is. I also believe az előző Isten tiszteleten in the previous service, Jákobról beszéltünk. We spoke about Jacob. És így mondjuk, hogy Jákob. And we say Jacob. De azt is mondhatnánk, hogy but we could also say gazember, vagy valami ilyesmi. Cheater, the villain. Okay. Villain, azaz, kiváló. A főgond, tudod, az ellen, a balhés, a probléma. Yeah, the problematic guy. Tehát így kéne mondani, hogy múlt Isten tiszteleten so last service, Jákobról beszéltünk. We spoke about okay. Jacob. És miért ugye? Mert a neve azt jelenti, hogy csaló. Because his name means a cheater. És a neve teli találat volt. And it just hit the bullseye. És the perfect name. És mit láttunk az életében? And what did we see in his life? Nem fogjuk megismételni az üzenetet, de we won't repeat de, the message. Hogy hihetetlen módon elbukott. But he failed big time. És ezért időnként szörnyű gyümölcsöt kellett aratnia ebből a bukásaiból. So therefore at times he had to reap terrible fruit from that. But Isten soha nem szakította meg vele a szövetségét. God never put an end to his covenant with him. Isten megtartotta a szövetségét vele. God kept his covenant with him. És tudod, arra gondolok, and hogy ez az ember had this man
Jakob. Jacob. Nem akarnám, hogy ott legyen az életemben. I wouldn't want to have him in my life. Attól félnék, hogy mit fogok elveszíteni emiatt. I would be afraid of what I'm gonna lose because of him. Nem szeretnék üzletet kötni vele. I wouldn't like to do business with him. Valahogyan rosszul jönnék ki belőle garantáltan. Because it's guaranteed that I would come out of that deal on the wrong side. De. But. De. But. A múlt alkalom után. After last. A Mekkiben beszélgettünk a srácokkal. We were talking at McDonald's with the guys. És 2 Mózes 3:15-ben. And in Exodus 3:15. Micsoda kegyelem ez. What a grace that is. Hogy azt mondja, hogy én a te atyáid istene vagyok. It says I am the God of your fathers. A Ábrahám istene. The God of Abraham. Izsák istene. The God of Isaac. És figyelj a végén. And listen at the end. Jákob istene. And the God of Jacob. Jákob istene. The God of Jacob. Hogy Isten azt mondja. God says. Hogy én még Jákobot se szégyellem. I'm not even ashamed of Jacob. És Isten azt mondja. And God says. Én egy másik szinten vagyok ezzel az egésszel. I am on a different level with this whole thing. És a te szinteden. And on your level. Ő Jákob. He's Jacob. Az én szintemen. At my level. Én az ő istene vagyok. I am his God. És ez egy csodálatos dolog az életünkben. And this is something amazing. Hogy Isten in our soha lives. Nem szakítja meg a szövetségét velünk. That God never puts an end to his covenant with us. Úgyhogy halleluja, ez valami, ami egy nagyszerű hír. That's mindannyiunknak. An amazing news for every single one of us. Az első ember Ábrahám, aki a hitnek ezt az útját járta. The first man Abraham who was walking on this road of the faith. Okay, és ez 1 Mózes 12. That's Genesis 12. Ő volt az első, aki járt ezen az úton. He was the first one walking Isten down that road. Őt állította példaként elénk a hitre nézve. God set him as an example of faith before us. Zsidók 11-ben, Hebrews 11, Róma 4-ben, Romans 4, és itt is 1 Mózes 12-től. And here as well from Genesis 12. Látjuk az ő életét. We see his life. És az ő hitét. And his faith. És Isten azt mondja nekünk. And God tells us. Hogy figyelj. Listen. Róma 4:12-ben. In Romans 4:12. Te Ábrahám a te hited atya. Abraham is the father of your faith. A te hited. Your faith. Te őt követed, az ő példáját követed. You follow his example. Az ő hitét követed. You follow his faith. Először a neve az volt, hogy Ábrám. First his name was Abram. Ami azt jelenti, hogy fenséges atya. High father. Igen, hogy fenséges atya. High father. És ez olyan, mint egy természeti áldás. It's like a natural blessing. Okay, hogy azt mondom, hogy a legjobbat akarom neked. Well, I want the best for you. De Ábrám életében ennek nem volt semmi hatása. But that had no effect on Abraham's life. Elvett egy medő asszonyt. He married a barren woman. Sárait vagy Szárait. És ő nekik soha nem lehetett gyerekük. They never had children. They were never aztán Isten közbeavatkozott. Then God intervened. És aztán 100 éves korukban lett egy gyerekük. And at the age of 100 they had a child. De nézzük együtt ezt a részt, kérlek, olvasd velem. Let's see this portion together. 12. fejezet. In chapter 12. Ezt mondta az Úr Ábrahámnak. Now the Lord had said unto Abram. Menj el földedről, rokonságot közül, és atyád házából. Get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house. Arra a földre, amelyet én mutatok neked. Unto a land that I will show thee. Nagy nemzetté teszlek, és megáldalak, felmagasztalom nevedet, és áldás leszel. And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. Megáldom azokat, akik téged áldanak. And I will bless them that bless thee. Megátkozom azokat, akiket téged átkoznak. And curse him that curses thee. Megáldatik benned a föld minden nemzetsége. And in thee shall all families of the earth be blessed. És a következő sor. And the next line. Elment Ábrám, ahogy az Úr mondta neki. So Abram departed as the Lord had spoken unto him. És ez annyira elképesztő. It's so shocking. Hogy ma, ha Isten azt mondja neked. Today if God tells you. Kenya, Afrika,
Kenya, Africa. Tudod, akkor odalapozol 1 Mózes 12-höz. Then you turn to Genesis 12. És látsz egy példát. And you see an example. Látsz valakit, aki már megcsinálta ezt. You see somebody who had already done that. De Ábrahámnak lett volna Bibliája. But if Abraham had a Bible, amiben mondjuk benne lett volna a Jób könyve és az első 11 fejezete az 1 Mózesnek, which probably would have included the book of Job and the first 11 chapters of Genesis, akkor milyen példára nézhetett volna? Then what milyen példára mondhatta volna? Could he have looked at? Hogy megéri Istent követni? After what example could he have said, well, it's worth following valószínűleg God. Ezért hívja őt a mi hitünk atyának. Probably that's the reason why he is called the father of our faith. Ami szerintem egy akkora bátorítás nekünk. Which is such an encouragement for us. Hogy figyelj, amikor Isten hitre hív téged. Listen, when God calls you to faith. Azt mondja, hogy gyere, bízz bennem. He says, come and trust me. Akkor mentek előttünk mások. Then there are others who had gone before us. Mentek előttünk más hívők. There were other believers korábbi who had gone nemzedékek. Before us. Previous generations, akik komolyan vették ezt a könyvet, who took this book seriously, akik jártak Isten szellemével betöltve, who walked filled by the Spirit of God, és aztán Isten ott volt az életükben, and then God was present in their lives, és valamilyen módon volt egy áldás rajtuk, and in some way there was a blessing on them, és visszanézhetünk rájuk, and we can look és back azt mondhatjuk, and we can say, hogy nem a levegőbe beszélünk, hogy mondja, not just talking into hogy van az a vers, nem fabrikált meséket követve. We are not following a fable. Ki emlékszik a versre? Bocsánat, nem who remembers the verse? Nem kitalált meséket követve lettetek hívőkké, ugye? Azt mondja valahogy így. Oké, okay. Ez az, amiről beszélünk, hogy figyelj, this is nekünk, what we speak about. Nekünk megvan ez a kincsünk. Us, we have this treasure. Azt tudjuk mondani. We can say, Abraham. Neki el kellett hagynia egy csomó mindent. He had to leave a lot of things. Mit kellett elhagyni? What did he have to leave? Menj el a földedről. Go out of your land. Ott kellett hagynia az országot. He had to leave the country. Nem tudom, hogy szerette az országát. I don't know if he loved his de ott country. Kellett hagynia az egészet. But he had aztán to leave it all. Menj ki a rokonságot közül és atyád házából. Go out of thy kindred and the house of your father. És valami itt nagyon nyilvánvaló. And something is very obvious hogy volt here, a rokonsága. That he had his relatives, és azokat ott tudta hagyni. And he was able to leave them. Lehet, hogy neked is vannak olyan rokonaid, akit nem lenne nehéz ott hagyni, maybe nem tudom. Maybe you also have relatives that it wouldn't be difficult to leave them behind. De aztán volt neki az but apja. But then he had his father. És az unokaöccse. And his nephew. És ővelük ők nagyon közel voltak. And they were very close. És Lót ment vele. And Lot was going with him. Pedig Isten azt mondta, hagyd ott az atyád egész házát, az egész házanépet, mindenkit. All the house of your father, és, everybody. És ő meg vitte magával. But he took egy him, részét. Part of it, he took azt a részét, him, amit kedvelt. That part that he liked. Lótot. Lot. És aztán a 13. fejezetben nem kell végül, nem kell olvasnunk, de 13, we don't have to read it, el kell válniuk egymástól. They have to és őt is ott kell hagynia. He also have to leave és him. Mi hívők, and as believers, ma nekünk könnyebb dolgunk van. Today it's easier for us. Mert vissza tudunk nézni a példákra. Because we can look back on the examples. Rá tudunk nézni az előző nemzedékre. We can look at the previous generation. Azt tudjuk mondani. And we can say, itt szolgáltak. They were ministering here. Pastor Matti itt szolgált. Like Pastor Matti was és áldás volt az életén. His life was nem tudom, ki emlékszik még Pastor Tom LaRue-ra, I don't know who remembers Pastor Tom LaRue, or vagy valaki másra, tudod, így a hitünkben, vagy Pastor Eric Handel, Pastor vagy egy kicsit közelebb Handel, itt vegyünk, tudod. Valaki, akiket bring szeretünk. Up an example a bit closer. Aki, példák, somebody hívők, that we akik előttünk mentek, who are examples, akiknek believers láttuk az életét közelről. Who had gone before, whose lives we could see. Tudod, nem tudom, Pásztor Csaba, mások. Pásztor Csaba, others. Hívők. Believers. Tudod, Hadnagy Éva. Éva Hadnagy. Tudod, aki előttünk ment. Who went before us. Mennybe. To heaven. És láttuk az élete and példáját. We were able to see the example of mindennel her life. Mindennel együtt, jóval, rosszal. Everything, like good things, bad vidám things, vidám hülyeségekkel together. És szomorú hülyeségekkel. Happy and funny
crazy stuff and then sad crazy stuff. Yeah, mint ahogy mindannyiunk élete van. Just like every single one és of our lives mondani, are. And we can say. Hogy figyelj, a hitben vannak példáim. Listen, I have examples és mehetek in the faith, erre felé a szívemben. And I can go that way in my heart. Abraham azért olyan lenyűgöző. Abraham is so amazing. Mert ő nem tudta ezt megtenni. Because he wasn't able to do és, that. És mégis bízott Istenben. Still he trusted God. És azt mondta. And he said. Hogy van az a következő sor? Is the next line. Elment Ábrám, ahogy az Úr mondta neki. So Abraham departed as the Lord had spoken unto him. Ábrám csak megcsinálta, amit az Úr mondott neki. So Abraham just did what God has told him. Pedig nem volt ott előtte ez a példa. Even though he didn't have that example before him. És ez annyira fontos. And it's so important. A bátorság. Courage. Amit látunk az ő életében. That we can see in his life. Okay, de aztán. But then. Második vers. Second verse. Úgy tűnik, hogy ő veszített sok mindent. It seems that el kellett engednie, oda kellett adnia Istennek. Let go of them and he had to give them to God. Az országát, his land, a nem annyira kedvelt részét a családjának. That part of his family that he didn't like that much. Aztán azt a részét, amelyiket nagyon kedvelt. And then also that part that he really loved. Aztán Ismaelt, a fiát. Then Ishmael, his son. Aki nem az ígéret fia volt. Who wasn't the son of promise. És aztán az ígéret fiát is and oda kellett adnia. And then also he had to give the son of the promise. És azt mondanád. And you would say, and I would say. Jó sok mindent oda kellett adnia. But he had to give up a lot of things. De volt egy ígérete. But he had a promise. Nagy nemzetté teszlek. I will make you a great nation. Megáldalak. I will bless you. Felmagasztalom neved. And I will make your name great. Áldás leszel. And you will be a blessing. És Isten adott neki egy ígéretet. God gave him a promise. És a hitnek. And ez az elképesztő része. That's the amazing part of faith. Okay, mi a hit? What is faith? Okay, kérdezz meg valakit magad körül, mi a hit? Somebody. Igen, csak beszélgessetek egy percet, kérlek. What is faith? Csak tegyük ezt egy pillanatra, talk about that és én is megteszem, hát ha hallok valami igen jót. Okay. Maybe we will hear something great. Okay, kiderült? Now you know. Okay, hit. Faith. És nyilván ismerjük a zsidók 11:1-et. We obviously know Hebrews 11:1. És ez arról beszél, hogy a nem látható dolgok, és van egy meggyőződésünk valamiről. That we have a conviction about something about things that we cannot see. És a 2 Korintus 4:18. And then 2 Corinthians 4:18. Jobban elmagyarázza a dolgot. Explains it more clearly. Azt mondja, hogy az örökkévaló dolgokra nézünk. It says that we look at the eternal things. És azokat a dolgokat nézzük. And we look at those things. És azok a dolgok, amikre fókuszálunk. And we focus on those things. Okay. És itt zsidók 11-ben. And in Hebrews 11. Amikor azt mondja, hogy látni azt, hogy hiszek, bízom abban, amit nem látok, akkor ez mit jelent? When it says that I believe, I trust in what I cannot see, what does that mean? Ez nem azt jelenti. It doesn't mean. Nagyon szeretném, ha ez így lenne, like, és ugyan nem úgy van, de azért hiszem, hogy úgy van, és akkor. I'd really like this to be so, okay. Even though it is not, I still trust, I believe it is. Okay, nem arról szól, hogy hiszem, amit akarok, és majd akkor úgy lesz, oké? Okay? It's not that I believe what I want, believe in what I want, and then it's gonna be the way I believe. Okay, ez a ha megnézed itt ezt a verset a zsidók 11:3-at. If you look at this verse, Hebrews 11:3. Azt olvassuk, hogy hitáltal értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett. Through faith we understand that the words were framed by the word of God. Okay, mit jelent ez? What does that mean? Ez azt jelenti. It means, hogy hitáltal elfogadok valamit, amit Isten mond nekem. That by faith I receive something, I accept something that God tells me. Azért mondom ezt. The reason why I say that. Mert hogy van egy tanítás. Is that there is a teaching. Hogy a hitednek teremtő ereje van. That your faith has creative powers. És szeretném elmondani, hogy van ebben némi zűrzavar. Isten az, akinek teremtő ereje van. And okay? Let me tell you that there is some confusion in that. It's God who has creative power. Nem te, bocs, csak szólok, hogy ha esetleg összezavarodnál, esetleg így hallanál egy ilyen tanítót. Let me tell you, just in case you would be confused, you would hear a teacher speaking about that. És azt gondolnád, hogy ez így and működik, nem? And you would think that this is how it works. Nem. No, it doesn't. Ez nem úgy van.
it's not hogy az én hitem létrehoz egy valóságot, that my faith creates a reality, hanem ez úgy van, but it's hogy Istennek van egy valósága, that God has a reality, és én bízom ő benne, and I trust him, eléggé ahhoz, hogy elfogadjam az ő valóságát, enough to receive okay. his reality. Ez érthető a különbség, ugye? Can you understand the difference? Ez a vers, és ahogy végignézzük Zsidók 11. fejezetét, nem fogjuk most megtenni. As we go through Hebrews 11 and we are not going to do that now. De ha akarod, akkor tedd meg ott, van nagyszerű olvasmány. But if you want to do it at home, it's an amazing read. Akkor mit látunk ott? And what are we going to see? Hitbeli bizalmat. Trust in faith. Hitbeli engedelmességet. And faith obedience. Hitbeli járást. And faith walk. Igaz? Right? És ez mind azt jelenti, hogy Isten felé bízom. That I my trust is towards God. Isten felé engedelmeskedem. My obedience bizalommal. Is towards God. Okay. With trust. Istennel járok. I walk with God. Bizalommal. With trust. És ez az, ami történt. And this is what Ábrahámmal. Happened to Abraham. Hogy azt mondta a szívében. He said in his heart. Hogy amit Isten mondott nekem. That what God has told me. Az meg lesz. It's gonna happen. És én számítok arra. And I count on it. És merek ragaszkodni hozzá. And I dare to cling unto it. És figyelj, ez nagyon nagyon érdekes. And listen, it's very interesting. Mert azt mondja, én megáldalak téged. Because it says és like, áldás I'm gonna bless you and you will be a blessing. És úgy ahogy olvasom ezt a két verset. And as I read these two verses. 1 Mózes 12, 1-et és 2-t. Genesis 12:1 and 2. Akkor azt gondolom, hogy ez így megy. Then I think that this is the way it goes. Kijövök a földemről, I come out ott hagyom of my a családomat, land, ott hagyom az atyámházát. I leave the house of my father. És aztán ott van és az ígéret megvalósul. And then the promise comes to life. És az ígéret megvalósul. It happens. De figyelj, azt mondja, sok nemzet atya leszel. You are going to be a father of many nations. Isten átnevezte őt Ábrahámnak. And God gave him another name. He gave him the name Abraham. Ami azt jelenti, hogy sok nemzet atya. Which means the father of many nations. Okay, Abraham, nem Ábrám, ami eddig Abraham volt. And not Abram. Sok nemzet atya. A father of many nations. És 100 évesen. And at the age of 100. Van egy fia ebből az ígéretből. He has one son from this promise. Egy fia ebből az one ígéretből. Son. És én azt mondanám say, az ő helyében, hol van az az ígéret? Hol van az a rengeteg, de én ma vissza tudok nézni, és el tudom olvasni, back, és azt tudom mondani, this, say, Isten ígéretei, oh, the promises of God. Nem úgy működnek, ahogy én gondoltam they volna. Don't work the way I would have thought, de működnek. But they do work. De működnek. They do work. És azt tudom mondani, and I'm able to say, hogy bízom benned, Istenem. I trust you, God. Ez az, amit itt látunk Zsidók 11:8-ban. This is what we see in Hebrews 11:8. Hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhivatott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni, és kiment, nem tudva, hova megy. By faith Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed, and he went out not knowing where he went. Mi annyira hálásak vagyunk, hogy bízott Isten ígéretében. We are so thankful that he trusted the promise of God. De ez nem olyas valami volt, amit le tudott volna vezetni. But it wasn't something that he could have come up with, deduct. Nem olyas valami, amit látott. It wasn't something that he was able nem to olyas see. Valami, amit meg tudott volna tervezni. It wasn't something he could have planned. Hanem csak hitáltal neki ment a dolognak. But by faith he just went forward. És ezért említem ezt a bátorság szót. And that's why I mentioned the word courage. Kedden az ABT órán. On Tuesday at ABD. Azt emlegettük, hogy magyarok jók vagyunk abban, hogy visszafogottan lelkesedjünk. And us Hungarians are good at being excited in a very laid-back way. Okay, ami azt jelenti, hogy which amikor nem vagyok izgatott, így nézek ki. That this is how I look when I'm not excited. És amikor izgatott vagyok, and when I'm excited, akkor így nézek ki. Then I look like this. Okay, visszafogottan lelkesedem. Just like I'm reserved as I'm excited. Tudod, csendesen örvendezek. And I'm rejoicing quietly. Óvatosan dicsérem Istent. And I'm praising God carefully. Hallelujah. Valami ilyesmi. Something like that. Fölemelem a kezem az Úrhoz. I lift up my hands to the Lord.
Valami, oké, okay, jó. Something értitek. Like that. You értitek. Understand. És Ábrahám. And Abraham tett valami elképesztőt. Did something amazing. Bátran neki ment valaminek, amit nem látott. He bravely went forward into something that he wasn't able to see. És miért? And why? Mert 2 Korintus 5:7. Because in 2 Corinthians 5:7. Világosan azt mondja nekünk. Hogy nem látás által járunk. That we don't walk by sight. Hanem hit által. But by faith. És ez a különbség. And that's the difference. Nem hitáltal abban, amit én még egyszer hadd mondjam. Nem hitáltal abban, amit én annyira szeretnék, hogy megtörténjen. And let me repeat it. It's not by faith in those things that I really want to happen. Hanem hitáltal abban, amit Isten mondott nekem. But by faith in those things that God has told me. Az ő szavában, trusting az his ő word, gondolataiban, az ő jellemében, az ő természetében. His nature. Tudod, itt a kérdés. And the question is mersz-e bátran imádkozni? Do you dare to pray boldly? Vagy csak azért imádkozol, amiben tudod, hogy úgyse fogsz csalódni, or mert nem akarsz csalódni. Or you just pray for those things that you know you won't be disappointed because you don't want to be disappointed. Merünk-e bátor hitbeli döntéseket hozni az életünkben? Do we dare to make brave faith decisions in our lives. Vagy visszafogottak vagyunk ezzel. We are kind of reserved és óvatosak. With that and careful. És szeretnélek bátorítani and ebben. Like to encourage you in that. Miért kell nekünk ez a könyv? Why do we need this book? Mert amint ez a könyv ott van a szívemben. Because as long as this book is in my heart. Addig Isten ígéretei ott vannak, beíródnak a szívembe. Then the promises of God are there and they are written in my heart. Beíródnak a szívembe. They are written in my heart. És Isten ígéretei lesznek az erőforrásom. And the promises of God will be the source of my strength. Eleinte nem is veszem észre. At first I don't even realize. Isten ígéretei. That the promises of God. Olvasok valamit. Like I read something. Isten ezt ígéri. This is what God promises. Még egyet olvasok, Isten ezt ígéri, Isten else. Ezt ígéri, this Isten is what ezt God ígéri. Promises. This is what God De promises. De idő múlva. But after a while. Így olvasom. I read it like this. Isten ezt ígéri nekem. This is what God promises to me. Isten ezt ígéri nekem. This is what God promises to me. És ezek erőforrássá válnak az and életünkben. Those things become the source of our strength. És hívőként. And as believers. Ez a kincsünk. This is our treasure. Nem minden úgy van, ahogy ha hívő leszek, nem azt jelenti, hogy minden úgy lesz, ahogy én szeretném. If I become a believer, it doesn't mean that everything is going to be the way I want it to be. Amen. Amen. Ó, de lelkesek vagyunk. We are so excited. Pedig visszafogottan, oké? Okay. Yeah. Pedig ez egy jó hír. In a laid back way, but it's a good news. Figyelj, ez egy jó hír. It's good news. Az egy jó hír, hogy nem minden úgy lesz, ahogy én szeretném. It's good news. Hála that Istennek. Not everything is going to be az the way I want it to volna. Be. That would be terrible. Minden úgy lenne, ahogy if szeretném. Everything was the way I'd like tudod, to them to be. Nyilvánvalóan. Obviously. Az rettenetes volna. It would be terrible. De Isten azt mondja nekünk. But God tells us. Figyelj, én nekem megvannak az ígéreteim. Listen, I have my promises. És azt mondom, Uram, mikor? And I say, Lord, when? És ahogy olvassuk itt. And as we read here. Zsidók 11-ben, bocsánat, mert csomó helyre ugrálok, ne haragudjatok. Sorry, because I just keep jumping. Zsidók 11-ben, ahogy olvassuk. So in Hebrews 11, as we read. Hit által vándorolt az ígéret földjén, mint idegenben. És sátrakban lakott Izsákkal és Jákobbal, ugyanannak az ígéretnek az örököseivel. By faith he sojourned in the land of the promise as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. És mit látunk itt? And what can we see azt, here? Hogy mikor lesz meg az ígéreted, Uram? When is your promise going to come true, Lord? És Ábrahám ott élt Kánaán földjén. And there was Abraham living in the land of Canaan. Ott táborozott. He was camping there. És ott utazott erre and arra. He was traveling. És figyelj, here and there. Nem volt egy falatnyi föld se az ő nevén. But he had no piece of land that would have belonged to him. Csak amikor a felesége meghalt és kellett egy hely, hogy eltemesse. Only when his wife died and he needed a place for burial. De addig semmi. But semmi nem volt az övé. Csak ott legeltette a juhait, egy nomád volt. He was a nomad. És ennyi. Person, he was just és Uram, mikor lesz meg a te ígéreted? Sheep. And Lord, when is your promise going to come true? És Isten nem egy dátumot mond.
And God doesn't give him a date. Hanem azt mondja. But he says. Figyelj. Listen. Hitáltal jársz. You walk by faith. Nem látás and not by sight. Nem egy dátumot mond. So he doesn't say a date. Hanem azt feleli. But his response is. Bíz bennem. Trust me. Úgy, mint az elején. The way you trusted me in the beginning. Gyere velem tovább. Just come forward with me. Gyere velem tovább. Come forward with me. És figyelj, ez azért fontos, Abraham. And it's important, Abraham. Nekünk Abraham azért fontos, bocsánat. Abraham is important for us. Mert Galácia 3:16-ban. Because in Galatians 3:16. Azt olvassuk. We read, hogy Ábrahámnak lettek téve ezek az ígéretek. That these promises were given to Abraham. Ja, és azt mondja, hogy Krisztusról szóltak ezek az ígéretek. And it says that these promises were about Christ. És ugyanott a 28-29. Versben. And in verses 28 and 29 in the same chapter. Elmondja, hogy ha Krisztusé vagy. It says that if you belong to Christ. Akkor Ábrahám magva vagy. Then you are the seed of Abraham. És örökös vagy. And you are an heir az ígéret szerint. According to the promise. Okay, ez a te ígéreted is. It's also your promise. Hogy Isten megállt téged. That God is hogy Isten áldássá tesz téged. He's going to make you a blessing. És hogy jelent, és hogy számít az életed. And your life does matter. És ez óriási. And it's amazing. De itt a kihívás. The challenge is this. Hitben kell járnom. I have to walk by faith. És azt kell mondanom a szívemben. And I have to say my heart. Uram, bízom benned. Lord, I trust várok you. Várok valamit. I wait for something. Amit nem látok. That I cannot see. Amit mások sem látnak. That others can't see either. És ezt csak úgy tehetem. And the only way I can do that. Ha szívemben meg vagyok győződve. Is that if I'm convinced in my heart. Uram, te hű vagy hozzám. That Lord, you're faithful to me. Ami tudod, ami okay, ez. Hogyan történik ez az életünkben? And how does this happen in our lives? És az ige? And the word? A szellem? The spirit? Annyira fontos ebben. Is so important in that. Van egy döntésünk. We have a decision to amikor hívők leszünk. When we become believers. Azt mondjuk, Uram, hiszek. We say, Lord, I believe. És mi az, ami azonnal megtörténik? And what is it that takes place right away? Isten. God új szívet ad nekünk. Gives us a new heart. Képességet, hogy elfogadjunk tőle. An ability to receive from him. Képességet arra, hogy megragadjuk az ő dolgait. An ability to take hold of his things, to grasp Isten them. Új szellemet ad nekünk. God gives us a new spirit. Efézus 1:13. Ephesians 1:13. És az ő szelleme beszél hozzánk. And his spirit speaks és to most me. Van kapacitásunk elfogadni. And now I have capacity to receive. És ez az ahogy tudom. And this is how I know. Hogy Isten hű hozzám. That God is faithful to me. Hogy a Szent Szellem beszél nekem. That the Holy Spirit speaks to me from the word. Szól hozzám. He speaks to me. Fontosak a bizonyságok? Are testimonies important? Igen, azok. Yes, they are. Drágák a bizonyságok. They are precious. Amikor látjuk Isten kezét nyilvánvalóan. When we see the hand of God work. Obviously. A mi életünkben, in our lives, vagy a testvérem életében, or in the life of my brother or sister, vagy valaki más, csak látom Isten, vagy a történelemben látom Isten kezét. Or in history I see the hand of God. És erre szükségem van. And I need ez that. Hasznos nekem, ez értékes. And it's important to me, it's useful, it's valuable. De figyelj, a hitem az innen táplálkozik. But this is where my faith is fed from. Hogy van a hit hallásból jön? Faith comes by hearing. Mégpedig Isten igéjének a hallásából, igaz? Hearing by the word of God, right? Ez az, amire szükségem van. This is what I need. Ó, milyen érdekes. Oh, how interesting. Én azt gondoltam, I thought, hogy ha csodákat látnék, akkor hinnék. That if I saw miracles, I would believe. Ó, én azt gondoltam, oh, I thought, ha látnék egy gyógyulást, if I saw akkor healing, hinnék. Then I would believe. De én láttam embereket. But I've seen people akik meggyógyultak. Who were healed. Isten csodát tett. God did a miracle. A halál kapujából visszahozta. And brought them teljesen back from the gate of death and they were completely healed. És nem csak hogy a családjuk nem hitt, de még ő maga sem lett hívő. It's not only their family that did not believe, but they themselves did not become believers. Ami lenyűgöző a számomra. Which is just astonishing mert for én me. Úgy lennék, mint az a gazdag ember because a Lázáros történetben. I would be like that rich man in the story of Lazarus. Ha valaki föltámad a halál, nem úgy atyám Abraham, ha valaki föltámad a halálból, akkor hinni fognak. Not so Father Abraham, but if somebody rises from the
dead, then they will believe. Aztán Jézus föltámadt a halálból, és hányan nem hisznek benne. And then Jesus rose from the dead, and there are so many people who don't believe in him. Figyelj, nem a csodák. It's not miracles. Nem az érzelmi felkavarodás. Not an emotional stirring. Tudod mi? But Isten you know what? Igéjének a hallásából jön a hit. Amen. Faith comes from the hearing ez of the word történik. Of God. Amen. Mi történt? This is what Abraham happens. Hallotta Istent. And what happened? Abraham heard God. Isten azt mondta neki. God told menjél him. Menjél ki a te földedről. Just go out of your land. Ez nem egy emberi üzenet volt neki. And it wasn't a human message for him, but God spoke to him. És aztán azt mondta neki, és meg lesz ez az áldásod. And then he told megvan him. Megvan ez az ígéreted. And you're going to have this blessing. You have this promise. És ez Isten beszéde volt ő hozzá. And this was the word of God to him. És ennek alapján hite volt. And based on this he had faith. És figyelj, hogyan élem az életem. And how do I live my life? És olyan egyszerű, azt gondolom. I think it's so easy. So simple. Csinálni, hogy mondjam, menni a tömeg után, igaz? To follow the crowd. Olyan könnyű right? Így élni a keresztény it's so életem. Easy to live menni, my Christian menni life a, like menni that. Amerre a legtöbben mennek. Just go the way that most people go. Vagy menni a legkisebb ellenállás irányába or a kereszténységemben. Just go towards the least opposition in tudod, my azt csinálni a kereszténységemben, amit a legjobban élvezek. Do in my Christianity whatever I enjoy the most. Szeretek dicsőíteni. I love praising hányan God. Dicsőíteni? How many of us love praising akkor csak dicsőítsünk, God? És hagyjunk minden well, más. Let's just praise God and let's leave everything else. Oké, okay, vagy nem tudom, hányan szeretünk üzenet? Én azt hiszem, hányan szeretünk üzeneteket hallgatni? How many of us love listening to messages? Én nagyon szeretem hallgatni it. A pásztorom really üzeneteit. Listening to the messages és of my pastor. Tudod, akkor csináljuk csak azt és semmi then más. Let's just do that and nothing else. Hála Istennek az internetért. Thank God for the internet. Ki kíváncsi a pásztor Jukkára, Lajosra, Gyulusra? No. Who cares about ki akar velük közösségbe lenni? Csak meghallgatom. Who wants to be in fellowship with them? Just listen to the message. Menjünk a legkisebb ellenállás irányába. Let's go towards the least opposition or resistance. And it's so easy. Így élni a keresztény életet. To live our Christian lives like that. Klisék szerint. According to clichés. Minták szerint. And patterns. Valamilyen keresztény elfogadott kultúra szerint. Some accepted Christian culture. De hogy Isten. But God. Figyelj, erre hív minket. Is calling us to this. Hitre. To faith. Ami egy másik dolog. Which is something different. Ami egy másik dolog. It's something different. Az, hogy hallom Isten beszédét. That I hear the word of God. És azt mondom a szívemben. And I say in my heart. Igen, Uram. Yes, Lord. Hiszem, hogy így van. I believe it so. Hiszem, hogy mondja, hogy hogy megáldalak téged. I'm gonna bless you. Felmagasztalom neved. I will make your name great. Áldássá leszel. You will be a blessing. Hiszem. I believe. Uram, bízom. Miért? Lord, I trust. Why? Mert ez a te beszéded. Because this is your word. És aztán azt mondja Ábrámnak. And then he says to Abraham. Megáldom azokat, akik téged áldanak. And I will bless those who bless you. És megátkozom azt, aki téged átkoz. And curse the one who curses you. Megáldatik benned a föld minden nemzetsége. And every nation of the earth will be blessed. Hogyan áldatott meg minden nemzetség Ábrámban? And how was every nation of the world blessed in Abraham? Úgy, hogy Krisztus eljött. By Christ coming. Hogy eljött az ő magja. That his seed came. És aztán nyilván megáldott bennünket. And then obviously he blessed us. És tudod mit csinálunk, ahogy élünk? And what do we do as we live? Azt mondja a Zsidók 11:10-ben. In Hebrews 11:10 hogy, it says. Hogy egy olyan várost keresett. That he was looking for a city. Amelynek az építője Isten. Whose maker is God. Ez az, ahogy élünk. Amen. This is how we live. Amen. Nem egy emberi szervezetet keresünk. We are not looking for a human organization. Nem egy emberi rendszert keresünk. We are not looking for a human system. Nem arra vágyunk. We don't desire. Hogy megtaláljuk a legjobb emberek által épített valamit. To find that thing that was built by the greatest people. Mert az még a legjobb sem elég ebből a kategóriából. Because even the best, the greatest is not enough from that category. Ne, egyszerűen csak soha nem elégszik meg vele a szívem. My heart would never be satisfied with that. De valami több. But something more. Valami mást keresünk. We are looking for something else. És megragadjuk ezt. And we take hold of this life. És ahogy itt beszélgettünk az előbb. And as we were talking before, Roma 4:18. Romans 4:18. 4:18. Romans 4:18 says about Abraham. Hogy Ábrahám reménység ellenére reménykedve hitt. That he believed, he hoped.
who against hope believed in hope. Így van, hogy és ez mit jelent? And what does that mean? Ez azt jelenti, figyelj, hogy az én reményem. That my hope. Tudod milyen? You know what it's like. Tudjátok milyen a reménye, hogy múlik az idő. Hope is like as time is going by. Ja, jó esetben valamilyen ilyen ilyen színuszos görbét ír le, oké? Okay? Good case, it's like a sinus. Rossz esetben csak ilyen. In a bad situation, it's like that. És aztán a végén írok egy verset. And in the end, I write a poem. Istenségnek látszó csalfavak remény. Bocsánat. You deceitful, blind hope who pretends to be God or something. De tudod, nem adsz nekem semmit. But tudod, you don't give me anything. Csak hazudtál nekem. You just lied to me. Okay, ez az én reményem. This is my hope. Az én reményem az nem elég. My hope is not enough. De másról beszélünk. But we speak about something else. We speak about faith. Abraham hogyan reménykedett, reménysége. Mikor ott volt a görbe vége, mikor ott volt a nullánál, vagy a negatív végtelennél, valahol nagyon alul volt a reménysége. When Abraham's hope was really down, like towards zero, or actually the negative infinity. Akkor miben reménykedett? What did he hope in? Azt mondta, Isten. He said God. Hűséges. Is faithful. Isten hűséges. God is faithful. És egyébként, ha megnézed az életét. And by the way, if you look at his life. Az egyik gyönyörű dolog benne az. One of the beautiful things about Isten it is. Hogy Isten újra meg újra eljön hozzá. That God just keeps coming to him. Újra meg újra felfrissíti őt. He refreshes him again and eltelnek again. Eltelnek idők. Times pass. Ezek között. Between these. De ahogy egy pár fejezetben látjuk az ő életét. But as we see his life in a couple of chapters. Látjuk azt, hogy Isten felüdíti őt újra meg újra. We see that God keeps refreshing him. Meglátogatja őt. He visits him again and again. És újra meg újra azt mondja neki. And again and again he tells him. Figyelj, az elhívásom az életedben. My call in your life. Ez ugyanaz. Is the same. És nem változik. And it doesn't change. És ez Róma 11:29. And that's Romans 11:29. Hogy Isten elhívása. That the calling of God megbánhatatlan. Is without repentance. És ez annyira bátorítja a szívünket. And it encourages our hearts so much. Hogy Isten elhívott téged és engem. That God has called you and me, and it doesn't Isten change. Isten elhívott téged és engem. God called you and me. Hogy megismerjük őt. To get to know him. Hogy gondolkodjunk vele. To think with him. Hogy bízzunk benne. To trust him. Isten elhívott minket. God called us. Hogy megismertessük őt másokkal. That we would make him known to others. Isten elhívott minket. God called us. Hogy tudod, Jézus miért jött el? Why did Jesus come? Hogy lerontsa az ördög munkáit. To destroy the works of the devil. És ez, amit tett a kereszten. And this is és ez, amit tett a feltámadáskor. This is what he did at the resurrection. És figyelj, ugyanez, amit tett apostolok cselekedetei 2-ben, amikor elküldte a Szent Szellemet a gyülekezetnek. And this is the same thing that he did in Acts 2 when he sent the Holy Spirit to the Lerontotta az ellenség munkáit. He just destroyed the work of the azzal, enemy. Azzal, hogy létrehozta a gyülekezetet. By creating the church. Figyelj, ez az a közösség. This is the fellowship. El vagyunk hívva erre. We are called to this. Hogy az ellenség munkáit lerontsuk. That we would destroy the work of the enemy. A hitünk. Our faith. A szeretetünk. Our love. A közösségünk. Our a bátorításunk. Our encouragement. Nézz jobbra. Just look to the right. Nézz balra. Or to the left. Csak láthatod valakit, és szüksége van a bátorításodra, az imádra, az építésedre, a szeretetedre, a hitedre. And your faith. A hited példájára. The example of your faith. Az örömödre, a szabadságodra. Your joy, your liberty. A bátorságodra. Your courage. Bizonyságodra. Your testimony. Ne légy visszafogott ezzel a dologgal. Don't be reserved with that. Hanem járjunk hitben. But let's walk by járjunk faith. Hitben. Let's walk by faith. És csak erre gondolok így befejezésül. And in closing, this is what I think. Milyen gyönyörű ez. It's so beautiful. 1 Péter 1:8-ban. In 1 Peter 1:8. Azt olvassuk. We read. Hogy Jézusról beszélve. When it speaks about Jesus. Hogy akit noha nem láttok, szerettek. Whom having not seen you love. Akiben noha most nem látjátok, de hisztek. In whom though now you see him not yet believing. Akiben kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek. You rejoice with joy unspeakable and full of glory. Jézus. Jesus. Hogyan? How? Hitáltal. By faith. Látjuk őt. Do we see him? Hogy mit mond ez a vers? What does this verse say? Nem láttatok. You having not seen. De szerettek.
You love. Péter írta ezt. Peter wrote that. Ő látta az Urat. He saw the Lord. És aztán úgy érezte, hogy csak egy kicsit szereti. And then he felt he only loved him a little bit. De visszatennéd, Csilla, még? But could you please put the verse Köszi. Back? De azt mondja neked és but nekem. But it says to you and to me. Hogy nem láttátok Jézus soha személyesen. That you never saw Jesus in person. De hitáltal. But by faith. Szeretitek őt. You love him. Hitáltal. By faith. Tudod, ez az, bíztok benne. That's it. You trust him. Hitáltal. By faith. Örvendeztek. You rejoice. Kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel. With joy unspeakable and full of glory. Ez csodálatos. That's amazing. De figyelj. But listen. A szívemben. In my heart. Megragadom, meg kell ragadnom Isten. I have to take beszédét. Hold of the word of God. A szívemben. In my heart. Meg kell ragadnom. I have to take hold of Isten ígéreteit. The promises és of azt God. Mondani, and I have to say. Uram, ez nekem szól. Lord, this is for me. Van hitetlenségem? Do I have unbelief? Mi a helyes válasz erre? What's the right answer to this? Mellesleg, mi a helyes By válasz the way, erre? Figyelj, várj egy kicsit, hadd mondjam így. Let me put it this way. A tényszerű válasz az. The objective answer is, hogy van. Or the factual is that there is. Van hitetlenségem. There, I have. Tudod, mi a helyes válasz? But do you know what the right answer is? Ki a lónyát érdekel? Who cares? Kit érdekel? Who cares? Kit érdekel, hogy van-e hitetlenségem? Who cares if nem I have a belief or not? Nem érdekel engem, hogy van-e hitetlenségem. What I'm interested in. Ember vagyok, persze. I am a human being. De of nem course. Érdekel. But I don't care. Nem azzal leszek közösségben. I'm not gonna nem be ezen in fellowship fogok with that. I'm not gonna be thinking about that. Hanem a szívünkben azt mondani. But to say in our hearts. Nem visszafogott módon. And not in a reserved way. Hogy halleluja. To say hallelujah. Dicsőség Istennek. Glory to God. Ő igaz. He is. Az ő ígéretei állnak. Just and his promises stand. És a jövőm. And my future. Az össze van fonódva az ő akaratával. Is just entwined with his will. És az ő ígéretei. And his promises. Azok valóra válnak. Will come to pass. Mert ő így igaz Isten. Because he is a just God, és true megragadni God, ezt a szívemben. And to take hold of that in újra my heart újra. Again and again. Hitben járni. Walking by faith. Amen. Amen. Mennyei Atyánk. Heavenly Father. Ez a mi nagy kiváltságunk. This is our great privilege. Ahogy Ábrahámnak. As Abraham. Aki egy egyszerű bálványimádó, pogány, mindennapos átlag ember volt. Who was this average guy, simple pagan, worshiping idols? És te elhívtad őt. But you called him. Micsoda szeretet. What love. Micsoda könyörület. What compassion. Micsoda irgalom. What mercy. Micsoda kegyelem. What grace. És hogy minket is elhívtál. And you have also called us. Azt mondtad nekünk. You told us. Gyere hozzám. Come to me. Gyere hozzám, ha szomjazol. Come to me if gyere hozzám, thirst. Ha éhezel. Come to me if you hunger. Gyere, és én megelégítelek téged. Come and I'm gonna satisfy you. És a szívünkben. And in our hearts. Köszönjük Istenünk. Thank you God. Hogy hitébredt. That we had faith. És igennel válaszoltunk. And we responded with yes. Ó, Istenem. My God. Köszönjük, hogy a mai napon. Thank you that today. Hitben járhatunk. We can walk by faith. Azt mondhatjuk a szívünkben. We can say in our heart. Urunk, téged akarunk. Lord, we want you. Egyre jobban. More and more. Szeretnénk megismerni. We would like to get to know szeretnénk you. Szeretnénk közösségben lenni veled. We would like to be in fellowship with you. Uram, kibeszélhetetlen örömmel örvendezni benned. Rejoice in you with joy unspeakable. Igen, Istenünk. Yes, God. Áldunk téged. We bless you. Ha esetleg úgy vagy itt ma, and if you're here today, még nem ismered Jézust, and you don't know Jesus, szólítsd őt meg a szívedben, just call on him in your heart. Neten nézed, if you're watching mondd online, azt neki, just tell him, Jézus, ments meg engem, Jesus, please save me, adj nekem, and give me, új életet, a new life. Jézus, hiszek benned, Jesus, I believe in you. Jézus, a mai Jesus, nap, today, légy te megváltom. Be my savior. Én Istenem. My God. Hozzád kiáltok a szívemben. I cry to you in my heart. Jézus. Jesus. Fogadj be engem. Please receive me. És ha megtetted ezt.
And if you have done that, akkor csak kérlek, mutasd meg nekem, most tedd fel a kezed. Show it to me by raising your hand or send us an email. Van-e valaki? Is there anyone? Okay, áldunk téged, Istenünk. We bless you, God. Dicsőítünk téged. We worship you. És annyira hálásak vagyunk. And we are so thankful. Hitáltal by faith. Ismerhetünk téged. We can know ezen a módon. This way. Jézus nevében. In Jesus' name. Amen. Amen.